Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége Koncz Tibor Esperes úr. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. Szeretettel köszöntöm Önt is. Esperes úr, a minap egy ünnepi istentiszteleten azt hirdette, hogy mindennek megvan az ideje. És hát elérkezett az ideje annak november elején, hogy emlékezzünk az elveszett, eltávozott szeretteinkre. Hogyan emlékezünk minden szentek napján, és hogyan emlékezünk halottak napján? Nagyon jó a felvetés eleve, hogy két különböző napról tett említést, ám bár a protestánsoknál ez a kettő egybe olvad, hiszen az egésznek az az alapja, hogy egy kicsit kulturáltabbnak tűnjek, hogy memento mori, emlékezz a halálra, emlékezz arra, hogy halandó vagy, és egyúttal emlékezz azokra, akik már nincsenek. Tehát nálunk az emlékezés a fontos, és mind a minden szentek, mind pedig a halottak napja az ugyanazt az üzenetet helyezi a szívünkre, hogy akik viszont a mi emlékezetünkben élnek csupán, vagy élhetnek, azok valóságosan élnek. Ez az, amit nem tudnak a nem biblikus életet élők. Ugye a Biblia alapvető tanítása, a legelső tanítása, hogy az ember test és lélek, illetve hát szoktuk mondani, hogy hármas felosztásban és szellem, és ebből mind a testi, mind pedig a szellemi valósága, ami anyaghoz kötött, hiszen a szellem az egy idegrendszeri, neurológiai kérdés, az, hogy gondolkodunk, hogy összefüggéseket látunk, ez mulandó, mert porból lettünk, porrá kell lenni. De van egy másik részünk, ez pedig a lélek, és az a lélek az a megfoghatatlan, más dimenzióból való, amit nagyon egyszerűen tudunk ellenőrizni, mert például amikor szeretünk, akkor mivel szeretünk, mivel vagyunk szerelmesek? Az agyunkkal vagyunk szerelmesek, vagy pedig valami más, ami fölülírja. Ha csak az agyunkkal lennénk szerelmesek, akkor nem lennénk többek az ösztön lényeknél, mert minél erősebb, minél szebb, minél csinosabb, minél harmonikusabb, minél gazdagabb, akkor ezek jönnének be. És mégis úgy vagyunk szerelmesek, amit a régiek megfogalmaztak, hogy ilyenkor nem lát és nem hal az ember. Mert valami más felülírja az egész életét. Ez a lélek. Ahogyan a lélek írja fölül az édesanya világát, hiszen hogyha a gyermekéről szó van, akkor fölborítja az autót, egyébként pedig nem tudja a befőttes üvegnek a tetejét lecsavarni. Hol vannak ezek a többlet energiáink? Hát ezek a lélekből fakadnak. És a lélekről viszont azt mondja a Biblia, ezt tanítja, hogy az viszont nem halandó. Abban az értelemben persze a Biblia föloldja ezt, hogy természetesen az is el tud veszni, de az majd az ítéletkor lesz. Tehát így ebből kiindulva a Biblia képéhez tartozik, és a biblikus világképhez tartozik, hogy nekünk úgy kell emlékezni az elhunytakról, mert ezt elmondja a Biblia, hogy figyeljetek rá, és kövessétek az ő életüket, tehát figyeljünk a tanulságokra, adjunk hálát értük, tartsuk meg emlékezetünkben, vannak olyan helyek, ahol például úgy emlékeznek, ez Amerikában is van, meg a hollandoknál, hogy megterítenek külön nekik, hogy biztos legyen. Úgy hagyják a széküket egy asztalnál, ahol együtt szoktak enni, hogy mindenki úgy gondoljon rájuk, hogy valóságosan léteznek. Tehát emlékezzünk rájuk, idézzük föl őket, vegyük elő a fényképeket, nézzük meg a videót, de egyúttal tudjunk róla, hogy a lelkük él, létezik. Álomszerű állapotban van, oda át a mennyei atya kebelén, és várják a feltámadást. Tehát mi protestánsok így gondolkodunk, így emlékezünk, és amikor arról van szó, hogy megvan az ideje, akkor megvan az ideje annak, hogy emlékezzünk, megvan az ideje annak, hogy kegyelettel emlékezzünk, ez például a gyakorlati megvalósulása az emlékezésnek, hogyha mondjuk odahaza rendet rakunk abban a szekrényben, ahová tettük mondjuk a szerettünk ruháját, akkor a sírját is illik rendbe tenni, hiszen ott pihen.
a kegyelettel való emlékezés az, hogy katolikus barátaink is, de egyébként mi is, akik szintén katolikusok vagyunk, csak reformált katolikusok, tehát mi is meggyújtjuk például az emlékezés mécsesét, megtakarítva hagyjuk a sírokat, teszünk rá új virágot, hiszen a virág az mindig az élet diadaláról beszél a halállal szemben. Tehát így összességében mi egy nagyon komplex módon testi és lelki és szellemi visszaemlékezést teszünk, de azzal a hittel, és ez a mi töbletünk, hogy azt mondjuk, hogy találkozunk oda át. Tehát, hogy mi is úgy fogunk majd elmenni, hogy valamikor itt bennünk egy gyászolnak, megsiratnak, emlékeznek ránk, de már oda át várjuk őket. Ezért a halottak napja, a mindenszentek a számunkra nem egy kétségbeejtő nap, hanem vannak világos fényei, mint a ki lenne satírozva bizonyos része, ami arra utal, hogy de nem az utolsó momentum a halál, nem pont a történet végén, hanem ahogy szoktuk mondani, kettős pont. Van egy másik kép, amit ide tudok talán idézni. Ugye régebben Gibraltár környékén voltak a Herkules oszlopai, és az volt ráírva, hogy non plus ultra, nincs tovább. Aztán jött Kolumbusz Kristóf, és meg előtte persze a vikingek, és kérdezett, hogy van tovább. És ugyanezt mondjuk el ilyenkor, hogy van tovább, van a halál után élet. Sokszor ezt nem hiszi el a ma embere, mert azt hiszi el, amit lát, de van halál után élet, és ez nekünk Jézus Krisztusban megmutatkozott, hiszen ő föl is támadt, és kijött a sírból, és több mint 500-an találkoztak vele. Esperes úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.